Sajnán viszkettő az ideges buszsofőr srácok, munkanappal, munkanappal is el kell mennem a gyerekekhez, el kell vinnem őket a suliba. Szerencsére átváltott pirosról zöld a lába, szóval nekem követnem kell a térképen is, mivel város vagyunk, be kell tartom a szabályokat maximum 50-nel, lehet, hogy jaj, de már az első lámpa nem is működik, nekem jobbra keveri, szóval elnézzük bar, hogy ne így neki menjünk a forgalomnak, és szépes, összetörtem a kamiont. Vagyis összetört a busz, de semmi probléma, hiszen még nem utazott benne semmi, leállok ide a helyükre, és akkor kinyitom az ajtókat. Beszállás, beszállás, nem lehet elkésni matek órára. Jaj, de jó, Évika néni meg Ferike néni is megérkezett. De tényleg, hogy szerintetek jó sofőrök, még csak eddig egyszer törtem össze. A körforgalomban nekem be kell mennem, autó megy a rép, külső ívekről levezek. Vannak ilyen kameramódok, szóval tudok ilyen külső ívbe jönni, hogy akarok. Van egy ilyen hármasik, van egy ilyen, amivel konkrétan ezt nem tudom, mit tud segíteni. Eleinte maradunk ellen a belső nézetes volna, hiszen ez, mintha mi lennék a buszsofőrök, szépen kivágom itt a kanyarokat. Miért nem jók a városban a lámpák? Hát szólni kéne itt a közbiztonsági rendszereknek. Meg is hoztam az elsőket. Szevasztok, beszállás, kiszállás. Ja, majdnem kinyitottam út közben, úgyhogy mentem az ajtókat, de semmi van. Beszáll megint Jancsika, Évike, meg Ferike. Városban tovább másfél percem sincsen az, hogy tudjam teljesíteni ezt a feladatot. Átjövök ebbe a sávba, hogy ne ilyen nagy íbe kelljen kanyarodni, és akkor veszem is a kanyarokat. Jaj, de nehogy neki megyek annak a nagy terepjának, az drága lesz. Sávot elfoglalok, de semmi probléma, jobbról is kifogom. Jaj, kicsikén gyorsan meg, hiszen 50-nek kéne, hiszen városon belül vagyunk, de itt van a következő busz meg, ahol szerencsére gyalogosok nem jönnek, akkor szépen lassítsuk, hogy nehogy hányanak nekem hátul ettől a stílustól az utasok. Kiszállás, kiszállás, beszállás, beszállás, 50 másodperc pluszban vagyok, tökéletes, vehetünk a következő busz megállóhoz. Dicsért a játék, hogy tökéletesen vezetek, eddig még csak egyszer törtem egy picikét az ajtót, de a villanyoszlop nem olyan fontos, annak ebben a játékomban bőven neki lehet tenni. Jaj, de arra kell kanyarodjak, és jön az autó, ezt nem hiszem. Itt se jók a lámpák, srácok. Hát mondom, és mekkora sor itt van. Egyszerűen, jaj, nem, majdnem neki megyek, majdnem neki megyek. Haló, óvatosan. Indexelek jobbra, hiszen itt le kell parkolnom, de menjél már, én időre jövök, bolondos ranger. Mi pénzt kaptam a mai videó, 1360 forintot. A tematikai játékokhoz fogok menni, hiszen egy világversenyre viszem a diákokat ebben a mai fuvarozásban. Oké, itt se jók a lámpák, szerencsére, szóval mindig mi nekünk van első. Hiszen mi vagyunk a legerősebbek ezen a játékban. A kanyarívet az egy normális, amelyik nem, hogy neki a többieknek. Jaj, de piros lámpát kapta. Úristen, megérkeztem, és egyből átváltott szörnyet. Tökéletes, sziasztok! Jófra nézzünk, parézzünk. Szevasz, Koma! Idegessünk itt a Komának, és itt van az első. Nem állunk meg, nem állunk meg ennél a busz megállónál. Mi távolsági buszosok vagyunk, mi csak szépen megyünk tovább. Azt a milyen jó kis területen vagyunk, megint a körforgalom. Kijövök a külső sávba, körbe nézek, és akkor mehetünk tovább. Jaj, neki mentem a kukának. Igen, dél a busz megállónál se állunk meg, hát komolyan mondom, az egész város körbevezik, és piros lámpa. Ezt nem hiszem, előtte átlátott a piros lámpa, szépen a zebra előtt megállunk, szuper, szuper. Na jó, ez meg el fogja takarni azt, hogy jönnek-e oldalról. Ögetem itt a motorokat, gyorsan váltsát zöldre, ez az, legyorsulom, legyorsulom a terepjárót itt mellettem, hogy elrugaszkodtam, hát nem hiszem el. Hol lesz már az első busz megálló, a matek verseny hamarosan, azt a halljátok, 60-nal fogom bevenni ezt a... Írjátok meg korra, hogy beülnétek mögé, hogyha én lennék a buszsofőr, az őrült buszsofőr, juhuuu! Drive-ot kaptam ezért a gyönyörű kis kanyaroké, hát látjátok, milyen clean és tisztán tudok vezetni. Na jó, ezt most itt nem vállom, mert nem akarom összetörni a másik autót. Húzzál már, mély öttevész a kanyarba! Legyenom kívás az lenne, hogyha így vezetnék ebbe a módban. Fogalsz is, hogy mi van előttem, mi van mögöttem, én csak... Jaj, piros, piros, jó, hogy észrevettem a... Ajaj, itt gyalogosok már nem jönnek át. Csajcsapat le fogja késni a matek versenyt. Ez komoly, most csak az összes szabályt, srácok, nekem le kell, hogy vőszem. Egy másodpercem múl, egy másodpercem múl, mennyit kések. Gyorsan, várjál már, várjál már, várjál már, megállok. Jó, oké, késtünk 8 másodpercet a versenyről. Irodalom kupára kell vinnem a diákokat, és nagyon-nagyon kevés időt kaptam, hogy odaérjek, és így is ilyen jó vezetés, és elkéstem az előzőbe. Szóval én azt mondom, srácok, hogy most már nincsenek szabályok, nincsenek szabályok. Csak tudunk tovább menni, és megyünk előre, kivéve a másik szembesába ívelek át, és fékezek azt, aki ez a jó sofőr, és állok is. Na,
Csak szólok, ideértem 22 másodperce hamarabb. Meg is hoztam a kémia szakkörre a diákokat, hát ez nagyon easy volt, 5 másodperc alatt itt voltam. Végeztük a szintet, és most megpróbálok időrekordokat döntögetni, hiszen szerencsére most alacsony a forgalom, hiszen nagyon-nagyon reggel 6 órakor már megindulok a következő munkára, ahol 20 másodperc van, én nem értek. Bikres, ajjajjaj, ebből bikres lett, az nem jó, ilyen sem volt még a mai videóban. Kolba mondás lesz a mai napon, és egy percünk van odaérni, hogyha nem, akkor mindenki egyes kap a dolgozatára. Szóval igyekezek, nem érdekel a szembe jövő forgalom se. Ó, milyen gyors vagyok, azt a 60-nal megyek városon belül, és nagyfék, mindenki hány hátul, de legalább odaértünk időben. Piros lámpa az nem nekünk, szóval mi piros busszal vagyunk, szóval a piros lámpa az nekünk nincsen érvényben. Ajajaj, ez elég nagy kanyar, szóval ez jó, be kell, hogy megyem. És még autó is jön. Oké, és még föl se bentem a járdára. Ki ez a profi buszon? Igaz, eléggé driftelgetek ide-oda, meg mennek az indexek ide-oda, de semmi baj, megérkeztem a következő helyre is. Kiszállás, most már azért kiszállás legyek, kicsitottam az autókat, és kész a level 4. Elmentem a tuning műhelyébe, és most már ilyen menő sajsárga lett a színe az autómnak, és hát a buszomnak, te meg mit csinálsz, látatok, átmentem a zöldön, és meg nekem akart, hogy ezt nem hiszem, ez az 5. szint a mai videóban az utolsó szint, hiszen már elfáradtam annyit, korvagyoztam, és hogyha pihenek, de még ezek a driftek, várjál, már nem tudom, jó, oké, az első meg, szerencsére még nem ült senki az autóba is. Ten szállnak csak fel összesen, hát ezt nem hiszem, lehet hallották a városban azt, hogy itt sajtók eléggé furcsán vezet, de miért? Azt hittem, hogy a bizalom megvan, azt hittem, megvan a bizalom, hogy én egy profi sofőr vagyok. Ojajaj, most már egyre nagyobb, amúgy ahogy haladunk előre a szintekre, egyre nagyobb a forgalom. Szóval srácok, ha szeretnétek, hogy folytassuk és játsszuk ezzel a játékot, hiszen rengeteg szint van, akkor mindenféleképpen lájkoljatok, meg iratkozzatok fel, és át is váltok. Ezt már szeretem, át is váltok, azért a körbenézéssel mindenféleképpen ne hagyjuk el, hiszen az nagyon-nagyon fontos. Igaz, hogy majdnem átvegyük tőle a szembesába, de legalább itt vagyunk a busz meg a közepére. De meg hova? Mit indexelsz? Hagyjál már békét, de nem állhatsz meg itt. A szállnak most már felszedtem, vagy 4-5-en itt utazunk, ami tökéletes, végre nem félek tőlem, és most már tudják, hogy igazán jól vezetek, és ő még mindig itt van. Én megálltam a busz megállóba, följöttem, és föl fogok menni. Menjél már! Hétre kanyarodik a belső sávba, ezt komolyan mondom, nem hiszem, húzzál már innen, médium kell, semmi baj. Fölmegyünk az autópályára, még az autópályán sem vezettem, ezért át fogunk menni a hídon itt a videó vége felé, hát ezt nem hiszem. És azt hittem, hogy szembe jön valaki, hát azon meglepődtem, hogy a hídon valaki a 4 sávból pont abban jön szembe a lévén. De szép a táj, de jól néz ki ez a játék, és le is megyek egyből a hídról. Szia, jó napot, és piros lámpa, ezt nem hiszem el. Másfél percünkben nem foglalkozunk piros lámpákkal. De ezt kaptam, és ott az előttem lévő pont akkor gurult. Tehát hát ő aztán jól betartja a szabályokat, bár én szerintem ne beszéljek a mai videóban a szabályokban, és azért tévesztettem, véletlen tévesztettem én is egy kicsikéket, de nem direkt, az konkrét clean drive-ot kapok, úgyhogy átmentem a másik sávba, semmi baj. Ezt eltévesztettem, valahogy be kéne ide tolatom, tolató radar, szükségem van a tolató radarra, be kell tolatnom a busz megállóba. Ajaj, életben maradt valaki a busz megállóba? Ajaj, beálltam a busz megálló alá, hát jó, bocsánat, én sem akarom, hogy rám essen az eső. Indexel, de hova indexel, hova? Azt hittem, hogy neki csúszok, ez még sárga volt. Nem is kaptam érte büntetést, itt is villog, egyszer nem működik ebben a játékban a lámpa. Én meg bejövök a parkba, jó napot, én most már turista busz, hogy osztam, milyen busz megáll. Igaz, nem az útvonalat választod. Hallottátok, itt hátul az utasoknak kicsikét bajuk volt. Én itt átjövök, ajaj, small crash meg, ajaj, pályaudvarra is gyorsan betartok, tökéletes tolató vagyok, és srácok, szerintem elvégeztük a levelet, és tökéletes. Remélem, hogy élveztétek a mai videót, hogy így volt, akkor nyomjátok egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzunk fel a csatornára, a kövi minimet, alinat csákány!